Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, örömmel és szeretettel köszöntünk mindenkit, aki megjelent a mi Isten tiszteletünkön. Kiemelt szeretettel köszöntjük igénk szólóját, Bakai László testvért, az Úr áldjon meg. Kérjük őt az ige olvasására. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és hozom a Békés Csabai gyülekezet köszöntését, külön Szűcs Benyámin Ottó testvér lelkipásztorunknak a köszöntését, üdvözli az egész gyülekezetet, és mindenkire az egész gyülekezetre az Úr áldását kívánja. Az igét Márk evangéliumából fogjuk olvasni, a 13. rész első 13 versét. Márk evangélium a 13. rész első 13 verse. Így hangzik az ige. Mikor pedig a templomból kiméne, mondanék egy az ő tanítványai közül: Mester, nézd, milyen kövek és milyen épületek! Jézus pedig felelvén mondanéki: Látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad kőkövön, amely le nem romboltatik. Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, a templom átellenében megkérdezik őt magukban Péter, Jakab, János és András: Mondd meg nékünk, mikor történnek meg ezek, és mi lesz a jel, mikor mindezek beteljesednek. Jézus pedig felelvén nékik, kezdé mondani: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik azt mondják, én vagyok, és sokakat elhitetnek. Mikor pedig hallani fogtok háborúkról és háborúk híreiről, meg ne rémüljetek, mert meg kell lenniük, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, és lesznek földindulások mindenfelé, és lesznek éhségek és háborúságok. Nyomorúságoknak kezdetei ezek. Ti pedig vigyázzatok magatokra, mert törvényszékeknek adnak át titeket, és gyülekezetekben vernek meg titeket, és helytartók és királyok elé állítanak én érettem bizonyságul őnékik. De előbb hirdettetnie kell az evangéliumnak minden pogányok között. Mikor pedig fogva visznek, hogy átadjanak titeket, ne aggodalmaskodjatok előre, hogy mit szóljatok, és ne gondolkodjatok, hanem ami adatik néktek abban az órában, azt szóljátok. Mert nem ti vagytok, akik szólotok, hanem a Szentlélek. Halára fogja pedig adni testvér testvérét, atya gyermekét, és magzatok támadnak szülők ellen, és megöletik őket. És lesztek gyűlöletesek mindenki előtt az én nevemért. De aki mindvégig megmarad, az megtartatik. Imádkozzunk! Szerető Atyám, köszönöm neked, hogy megnyithatjuk a te igédet, köszönöm neked, hogy egybegyűjtötted a te népedet. Én azért imádkozom te hozzád, hogy szóljál hozzánk. Amen. Amen. Elmúlt Biblia órán már szó volt az utolsó időkről egy kicsikét érintőlegesen, meg mi lesz, hogyha az ember meghal? István testvér feltette a kérdést, hogy hát hova jut a lelkünk, mi fog velünk történni? Hát a felolvasott ige is egy kicsikét így az utolsó időkről szól, de megmondom őszintén, hogy nem fogok vállalkozni arra, hogy ezt fejtegessem meg, hogy ezt magyarázzak, mert ehhez kevés az ismeretem. Ugyanis itt ebben az egyetlen egy kis rövid ige szakaszban, az Úr Jézusnak ebben a beszédében nagyon nehéz lenne felvázolni, vagy igazából is megfejteni, hogy miről is beszél. Mert igazából három dolog is benne van. Meg benne van egyrészt az Úr Jézus visszajövetele, benne van Jeruzsálem pusztulása, és benne van a világ vége. Az az ember, aki megpróbálja ezt valamilyen módon miszlikbe szabdalni ezt az igét, és beazonosítani, na ez ide való, na ez oda való, na itt fog, ez fog történni, az fog történni, azt gondolom, hogy kudarcot fog vallani, vagy pedig tévedni fog néhány dologban, mert igazából ezek a dolgokat majd megéljük, meg az Úr Jézus kijelenti. Egy dolog azonban biztos előttem, meg egy dologban bizonyos vagyok, kedves testvérek, amikor ezt az igét olvasom, hogy a jeruzsálemi templom az leromboltatott Krisztus után 70-ben. Ez biztos, ez történelmi tény, nem csak azért, mert a Bibliában ezt az Úr Jézus megprofétálta, egyszerűen ez egy történelmi tény. Nagyon érdekes dolog, az testvérek, utána jártam ennek, hogy a templom lerombolása előtt a zsidó nép kiadott egy pénzt, körülbelül 5-6 évvel a templom lerombolása előtt, aminek az egyik oldalán egy alef volt, vagyis egy egyes, a másik oldalán pedig egy háromágú gránátalmaág, aminek már kezdett virágozni, és a virágok alatt pedig ott voltak a kicsi kis gránátalmák. És alá volt írva, hogy
Jeruzsálem első éve. Nagyon érdekes. Miben reménykedtek a zsidók? Abban reménykedtek a pusztulás előtt néhány évvel, hogy Jeruzsálem fel fog virágozni. A zsidó nép az naggyá lesz. Hát nem így történt, hanem néhány évvel később kiadtak egy másik pénzt. Ezen a másik pénzen már Titus Flavius Vespasianus volt, a római császár, a pénznek a másik oldalán pedig ott volt egy pálmafa, ami Júdea tartományát jelent, ő jelképezte. A pálmafa egyik oldalán ott volt egy hátrakötött kezű zsidó rab, a másik oldalán pedig egy síró zsidó asszony. És alatta a szöveg, a szenátus parancsára elfoglalt Júda. Nagyon érdekes, testvérek, az ember mit gondol? Miket gondol a saját jövőjéről? Milyen elképzelései vannak? És hogy ennek érvényt szerezzen, még nyomatékot is tesz, hát ugye valahol valamikor pénzt kiadnak erről, valamilyen biztosítékot akar tenni, márpedig ez így lesz. Nem úgy lesz, ahogy az ember elgondolja, hanem úgy, ahogyan Isten mondja, ahogyan Isten elvégzi. Nagyon érdekes volt a jeruzsálemi templomnak a pusztulásának a története. A rómaiak egy üzenetet küldtek egyszer a zsidóknak, 17 talentumot kérnek behajtani a templom kincseiből. És megparancsoljuk nektek, hogy minden nap áldozzatok és imádkozzatok a császárért. Na hát ezt a zsidók mint egy harcra, hívásnak vették, és azért is ellenálltak. Kezdeti sikereik voltak, aztán a rómaiak küldtek egy 50 000 fős csapatot Júda tartományába és Jeruzsálem ellen. Békés Csabán 65 000 ember él, ez egy megyeszékhely. 50 000 főt küldtek Jeruzsálem ellen. Több napig tartott az, még csak a jeruzsálemi külső városfal körül mindent leromboltak, minden fát kivágtak, minden talaj teljesen elegyengedtek csak azért, hogy az óriási ostromgépeket odavonszolják. Körülbelül 2 hét alatt bevették a 17 méter magas és 90 őrtoronyból álló külső jeruzsálemi falat. Ez volt a harmadik legkülső fal. Ezután következett még 5 napi ostrom, hogy bevedjék a második falat, és ezután, mikor bevették a második falat, következett a templom, amiről Jézus prófétált. A templom olyan falakból épült, hogy fölírtam magamnak egy adatot, 12 méterszer, 6 méterszer, 4 méteres kövekből épült a templom fala. A templom úgy volt elrendezve, hogy kívül, a külső rész minden rész volt. Belül haladt az ember, ezüst lett minden, és maga a templom aranymal volt bevonva. Úgy hívták, hogy az aranyház. Nagyon érdekes. Ezeket a falakat, mikor odaértek a templom külső falához, a római óriási nagy faltörő gépek mind csődöt mondott. Honnan tudom ezt? Ezeket az információkat elolvastam. Josephus Flavius, zsidó történetíró örökítette meg ezeket. És mikor ezeket az ostromgépeket elhordták onnan, mert nem boldogultak egyszerűen a jeruzsálemi templom külső falának a bevételével, azt a parancsot adta ki Titus, az akkori vezérot, gyújtsák fel az ajtókat. Ezek voltak az ezüst ajtók. Felgyújtották ezeket az ajtókat, és a történetíró úgy örökítette meg, hogy folyt az ezüst. Folyt az ezüst le a falakon. Mindenütt folyt az ezüst, és amikor látták ezt a zsidók, akkor egy pillanatra összeomlottak, leálltak, megdermedtek, és úgy érezték, hogy itt a vég. Elkezdett égni minden. A tűz terjedt. És mikor szembesült azzal a akkori hadvezér, hogy micsoda érték ez a jeruzsálemi templom, hogy micsoda kincse ez, azt mondták, hogy oltsák el a tüzet. Az egész tüzet el kell oltani. Mert úgy gondolkozott magába, hogy micsoda kincse lesz majd egykor ez a római birodalomnak. Hát ez lesz a római birodalom egyik éke, a jeruzsálemi templom. Azonban hiába adta ki Titus a parancsot az ő katonáinak, hogy oltsák el a tüzet, hogy hagyják abba a támadást, semmit nem ért az ő szava. A katonák a féktelen fajgyűlölettől és antiszemitizmustól megrészegedve ölték a zsidó népet. Gyújtogattak mindent, nemhogy oltották volna a tüzet, és mikor már kicsit elcsendesedett a harc, volt egy ilyen kis szünet, túljutottak az ezüst kapun, az aranykapuig, akkor minden parancs ellenére és minden tábornoki vagy ilyen magasrangú felhatalmazás ellenére az egyik is névtelen senki katona a történelem számára, mindenki számára rejtve maradt, fölmászott a másik hátára, és az aranykapun bedobott egy tűzcsóvát, és elkezdett égni a templom.
Na hát ezkor volt a templomnak a végének a kezdete. Minden lángokban állt, és Titus hiába rendelt oda a seregeket, hogy oltsák a tüzet, oltsák a tüzet. Egyszerűen be kellett, hogy lássa, hogy reménytelen, senki nem fogad már neki szót. Ekkor, mivel hallotta a templomnak a hírét, hogy milyen a templom, az aranyház, ami kívülről is tiszta arany volt, azt mondta, hogy még utoljára én látni akarom, milyen belülről. És amikor Titus bement a templomba az ő kíséretével, akkor azt mondta, hogy sokkal szebb, mint amilyennek elmesélték, pedig a hírek se voltak kicsikről szólók. Gyönyörűségeket látott ott a templom belsejében, minden pompa volt, minden arany volt. Hoztak is onnan kincseket ki, meg mindenféle dolgokat, és a katonák pedig, mivel azt gondolták, hogy ha a templom kívülről tiszta arany, milyen lehet belülről? Csak gyújtogatták, csak fosztogatták. Az olvadó arany befolyt a kövek közé, a katonák pedig, mivel ki akarták szedni a kövek közül a olvadt aranyat, a fegyvereikkel, kardjaikkal, mindennel szedték szét a köveket, és beteljesedett az Úr Jézus szava, kőkövön nem marad. Miért mondtam ezt el, testvérek, ilyen részletesen? Azért, mert mikor ezen az igén gondolkoztam, akkor a szívembe az az üzenet jött, hogy a mi sorsunk és a templom sorsa nagyon szoros rokonságban van. Hogyha az ok-okozati összefüggéseket megfigyeljük a templom és a mi életünk között, akkor nagyon szoros rokonságot vehetünk észre. Azt írja valahol a Szentírás, hogy a ti testetek a Szentléleknek a temploma. Mi olyanok vagyunk, mint a templom. Ugye a római katonák azt mondták, hogy gyönyörűséges volt a templom. A világ csodája. Testvérek, én azt mondom nektek, hogy egy hívő élet ennél sokkal szebb. Sokkal szebb egy hívő szív. Egy olyan hívő szív, aki az Úrral él, sokkal szebb, mint a templom. Más helyen a Szentírást azt mondja, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel hozzá. A gyülekezet is olyan, mint a templom. És ha valaki ezt a párhuzamot egy kicsit is magában komolyan veszi, hogy a mi életünk, a gyülekezetünk élete, és a templom sorsával valamiféle kapcsolat van, akkor el kell, hogy gondolkozzon azon, hogy hogyan kerülhetjük el, hogy ilyen pusztulás érje a mi életünket. Mi volt a templom pusztulásának az oka? Miért történt az egész borzasztó dolog, amiről itt megörökítette Józsefus Flavius is a történetíró, és amiről az Úr Jézus is profétált? Testvérek, a választ ebben találtam meg, mikor pedig az olajfák hegyén ült, mármint az Úr Jézus, a templom átellenében megkérdezték őt magukban a tanítványai. Ez nem bizonyíték, ez csak egy szép szemléltetés. Ott van a templom, Jeruzsálem szívében, csillog, tündöklik, arannyal van bevonva. És az Úr Jézus vele szemben ott ül az olajfák hegyén. Tudják, testvérek, már a Szent Sátor is a templomnak az elődje, és úgy volt elkészítve, úgy volt megtervezve, hogy annak minden utolsó kis csengője, mintája, bojtja, rojtja, minden kis szegecs kampó az Úr Jézus Krisztusra mutatott rá. Mindent előjelképezett a templom sokkal inkább. És amikor a templom ott áll a maga pompájában, Jézus Krisztusról szól, a megváltóról, ahova hordják a bárányokat, ahol állandóan folynak az áldozatok, csak éppen akiről szól, az nincs benne, akkor onnantól kezdve a romlás már megtörtént. És amikor az Úr Jézus ott áll, ott ül, az olajfák hegyén szemben a templommal, akkor ezt láthatjuk, testvérek. A templom üresen áll, pont az hiányzik belőle, akinek benne kéne lenni. Pont a lényeg. Pont a tartalom hiányzik belőle. Testvérek, sokszor Jézus Krisztus kiszorul az életünkből. Jézus Krisztus kiszorul az életünkből, mert mások beférkőznek oda. Más dolgok bemennek az életünkbe, ami miatt Krisztus nem maradhat bent a mi szívünkben, a mi életünkben, a mi érzelmeinkben, a mi értelmünkben és gondolatainkban. Krisztusnak távoznia kell. És olyankor üres a mi templomunk, üres a mi életünk. Üres a mi egész gondolkozásunk, a mi egész lényünk üressé válik, hiába valóvá, és veszélyeztetetté, éppen úgy, mint a templomé. De van olyan is, testvérek, amikor nem kiszorul Jézus Krisztus, hanem egyszerűen csak be se engedik oda Jézus Krisztust.
Néhány héttel ezelőtt voltam itt a tanítványaimmal Miskolcon, egy koncerten, hát éjszaka mentünk haza, mert későn kezdődött a koncert, és megkérdeztem visszafelé az úton, nagyon alkalmas órák, az esti órák egy kis beszélgetésre, hogy fiúk, ti hisztek Istenben? Hisztek Isten létezésében? A válasz az egyértelmű volt, persze, hogy hiszünk. Persze, hogy hiszünk, kétség nélkül. És meg voltak győződve, én úgy látom róla, hogy van Isten. Aztán feltettem a következő kérdésemet is. Fiúk, hisztek a Bibliában? Hiszitek, hogy a Biblia az Isten szava? És hogy Isten az olyan, ami ennek a Biblia kijelenti? Erre már nem volt egyértelmű a válasz. Hümmögtek, mosolyogtak, mellé beszéltek, itt már nem mertek állást foglalni. És azt látom, testvérek, hogy a mi életünknek, és minden ember életének az egyik legnagyobb gyökeres baja, ha nem merünk állást foglalni, vagy pedig mindenkinek meg akarunk felelni. Nem lehet mindenkinek megfelelni. És nem lehet úgy, hogy állást ne foglaljunk dolgokról. Ez egy veszélyes dolog. Állást foglalni valamiről, hogy én erről meg vagyok győződve, hogy így van, az veszélyes dolog, mert az ember a saját bőrét viszi vására. Onnantól kezdve, hogy valaki kimondta valamiről, hogy én ebben hiszek, én ezt tartom jónak, onnantól kezdve ő rá már nézhetnek másképp. Vagy lehetnek vele másik véleménnyel. De addig, amíg nem foglal állást, vagy pedig az ő saját véleményét igyekszik oda igazítani a másik véleményéhez, addig semmi bántódása nem lehet az embernek. Mit használ az embernek, hogyha az egész világot megnyeri? Ha mindenki jót mond róla, ha mindenkivel egyet tud érteni, de lelkében kárt val. Azt írja egyszer a bölcs Salamon, testvérek, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a te szívedet, mert onnan indul ki az élet. Minden féltett dolognál jobban kell őrizned a te szívedet, mert onnan indul ki az élet. Mit teszel akkor, kedves testvérem, mikor olvasod az ígét, mikor hallod az evangéliumot, hallod majd a húsvéti üzenetet, hogy Jézus Krisztus feltámadt? Mit teszel akkor, mikor hallod majd, hogy Jézus Krisztus te érted halt meg? Te miattad halt meg. A te bűneid miatt volt ott a kereszten. Neked kellett volna ott lenni. Mit teszel akkor, mikor a szívedbe markolnak majd ezek a gondolatok, vagy esetleg csak elgondolkozol rajta? Mit teszel velük? Hagyod, hogy menjenek tovább, elfújja a szél, vagy igenis utána jársz a dolgoknak, igenis megpróbálsz a végére járni, és állást foglalni. Mi erről a véleményem? Hogyan határozok erről? Az embernek mindig megszólal a lelkiismerete akkor, mikor Jézus Krisztus evangéliumát hallja, vagy pedig a Bibliát olvassa. Az embernek meg kell, hogy szólaljon a lelkiismerete. Ha valaki tisztességesen olvassa a Bibliát, megszólal a lelkiismerete, és legalább annyit fog mondani, hogy ez egy igazán emberi élet, amit Jézus Krisztus élt. Ez egy olyan élet, ami nagyon szép. És valakik még ezt hozzáteszik, hogy lehetetlen megélni, meg stb. Mondják a maguk véleményét, de a lelkiismerete megszólal. Mit kezdesz a te lelkiismereteddel? Mit csinálsz a te lelkiismereteddel? Mennyire foglalkozol a te lelkiismereteddel? Mennyire veszed komolyan a te lelkiismereted hangját? Mikor megszólal a lelkiismereted belül, mikor olvasod Isten igéjét, és azt mondja a lélek benned, ez az út, erre az útra kell rálépjél. Ez az örök életre vezető út, ez az egyetlen esélyed. Hagyod elveszni, vagy pedig komolyan veszed? Mit teszel, mikor az Úr zörget a te szíved ajtaján? Mit teszel, mikor átérzed Jézus Krisztus szeretetét? Nem régen a feleségemmel néztünk egy filmet, egy autista emberről szólt. Ez egy középkorú ember volt, körülbelül 50 éves, 40-50 éves, és az volt a hobbija, hogy pénzérméket gyűjtögetett. És nem akármilyen pénzérméket gyűjtögetett az ember, hanem úgynevezett hibrideket, amelyeknek az a sajátosság, hogy hibásak. Az egyik oldalán mondjuk egy 5 centes lenyomat van, a másik oldalán meg mondjuk egy 10 centes lenyomat van. Kettőféle pénzt valahogy összekevertek, nem lehet használni. És mégis sokkal többet ér, százszorosát, ezerszeresét a saját maga értékénél. És az ilyeneket gyűjtötte ez az autista ember. És úgy elgondolkozta, és örömét lelte benne. És elgondolkoztam ezen, testvérek, hogy miért lehetett ez. Mi ennek a mondani valója? Az volt a mondani valója, hogy valamiképpen ez az ember a szívében ráérzett arra,
azok a pénzérmék, amelyek talán sokak számára semmi értéket nem hordoznak, azok mégis valamiféleképpen különlegesek és nagy értékkel bírnak. És ráérzett arra, hogy a félrenyomott pénzérmék és az ő autista élete között nagyon nagy rokonság van. Nagyon szoros kapcsolat van. És mikor azt szoktad érezni magadban, hogy nem vagy olyan, mint a másik, mikor azt érzed, hogy te egy félrenyomott ember vagy, neked nem sikerült úgy az életed, ahogy kellett volna. Te nem azt az életet éled, amit szerettél volna. Nem érzed jól magad igazán a bőrödbe. Érezheted azt, hogy mégis valaki szeret, mikor hallod majd a húsvéti üzenetet. Érezheted azt, hogy Jézus Krisztus mégis gondolt rád. Mit teszel ezzel? Mit fogsz kezdeni ezzel? Mész tovább? Vagy pedig megragadod ezt az üzenetet? Én nagyon szeretem az igét olvasni. Azt írja a 119. Zsoltár, hogy Istenek ígéretei olyanok, mint a csurgatott méz, mint a lépes méz. Olyanok Isten ígéretei. És amikor arra a történetre gondolok, testvérek, mikor Félix helytartóhoz bement Pál apostolhoz bement Félix helytartó, és nagyon szívesen hallgatta őt, Pál apostolnak a prédikációját, Pál apostolnak a tanítását. De egészen addig hallgatta őt csak, amíg igazságról, eljövendő ítéletről és önmegtartóztatásról nem volt szó. Félix helytartó ráérzett arra, és érezte, hogy az igaz balzsamozza az ő szívét. Jó Isten igéjét hallgatni. Mert aki hallgatja Isten igéjét, az azt érzi majd magába, hogy meg fog tisztulni. Megtisztul. Egyszerűen, mintha jobb ember lenne, mintha megkenték volna egy kicsikét. De Félix helytartó nem érzett arra rá, hogy Isten igéje az nem csupán arra szolgál, hogy nekünk egy jó közérzetet biztosítson, hogy egy kicsikét jobban érezzük magunkat, hanem Isten igéje a számunkra életmentő őv. Nem érez tehát Félix helytartó, hogy az ige, amit Pál apostol szól neki, az azért van, mert ő halálos veszedelemben van. És testvérem, amikor a húsvéti üzenetet hallod, amikor hallod, hogy Jézus Krisztus érted halt meg, és feltámadt, ez megmelengedheti a szívedet. Valamiféle kegyes és vallásos érzület is átvonulhat a te elméden, a te szíveden, a te gondolataidon. Mit sem fog érni, ha nem fogod fel, hogy ezt az üzenetet azért hallod, mert az életed halálos veszélyben van. Azért, mert bajban vagy, és Isten meg akar téged menteni. Félix valószínűleg nem tért meg, mert azt mondta Pál apostolnak, jó van Pál apostol, majd később még meghallgatlak téged. Mit kezdesz akkor, mikor a szívedbe markol Istennek az üzenete? Mit kezdesz akkor, amikor megérted azt, hogy halálos veszélyben vagy? Megérted-e egyáltalán ezt, hogy Isten igéje az nem csak úgy adatik, nem csak úgy van Isten igéje, hogy te jól érezd magad, hanem Isten igéje ki akar húzni téged, meg akar menteni téged. A Jeruzsálemi templom nagyon sokszor üresen állott az ő történetében. A te szíved hogy áll? A te szívedben benne lakik az Úr Jézus? Együtt élsz az Úr Jézussal? Békés Csabán van egy kedves anyák napi ének. Hát azt kell mondjam, hogy az énekar mindig úgy énekli, hogy hát félig meddig sír. Én nekem is mindig gombóc van a torkomban, lehet, hogy itt is éneklik a testvérek. Az a, úgy kezdődik, hogy a falu végén van egy kis ház. Nem tudom, mennyire ismerik a testvérek. A falu végén van egy kis ház, abban lakik az én édesanyám. És az 5. verszakában oda jut el, hogy üres lesz nékem a kis tanyám, ha nem lesz benne az én édesanyám. Hát ez nagyon nehéz elénekelni. Nagyon nehéz azt énekelni, testvérek, hogy mi lesz akkor, ha nem lesz ott az én édesanyám. És mindenki elérzékenyül erre. Miért? Azért, mert annyi, de annyi szál fűz minket az édesanyánkhoz. Meg se lehet azt számolni. Ő az, aki életet adott nekünk. Ő az, aki megszült. Ő az, aki szoptatott. Ő az, aki velünk volt, aki fogta a kezünket. Egész kis gyerekkorunk óta. Ott volt minden botlásunknál. Ő az, aki helyretett bennünket. Ő az, aki adta az ennivalót. Minden, nagyon sok élményünk jött hozzá. Ezért, amikor elmegy a mi édesanyánk, akkor fájó érzettel gondolunk rá. Üres lesz nékem az én kis tanyám. Testvérek, sokszor látom a testvérek arcán, Békés Csabán, hogy megsiratják ezt az éneket.
De kevésszer látom azt, mikor arra gondolunk, hogy üres lesz nékem az én kis tanyám, ha nem lesz benne az én Úr Jézusom. Nem szoktuk úgy megsíratni ezt a dolgot. Hányszor sírtatok azért, testvérek, mert éreztétek, hogy üres a szívetek. Üres a szívetek, mert nincsen ott Krisztus. Mert a ti szívetek valahol egészen másot jár. Üres a kis tanyátok, üres a ti kis Betlehemetek, ahol megszületett Jézus Krisztus. Már nem értitek az ő hangját, nem halljátok az ő szavát. Én megpróbáltam úgy megfogalmazni magamnak azt, milyen az, mikor üres az embernek a szíve. És valami olyasmire jutottam, testvérek, hogy amikor üres az ember szíve, akkor sokáig hiába olvassa a Bibliát, az olyan neki, mint egy száraz darab fa. Nem ér semmit, nem szól neki semmi. Valószínűleg akkor valami baj van vele. Amikor üres az ember szíve, akkor nem tud gerjedezni Isten szava iránt. Akkor nem vágyik a testvérek közé. Ilyenkor, testvérem, vedd a jelzést. Vedd a jelzést, üres a te tanyád, üres a templomod, üres a szíved. És vigyázz, mert ha üres a templom, gondolj arra, mi történt a jeruzsálemi templommal. Ne hagyd üresen állni. Ne engedd, hogy az Úr Jézus kívülről nézze csak a te életedet. Engedd oda be. Nemrég olvastam egy igét, testvérek, és ez is úgy ide tartozik, mert az élettel kapcsolatos. Azt olvastam, hogy kiment hozzá Júdeának, mármint Jánoshoz, Júdeának is tartomány, és jeruzsálembeliek is mind, és megkeresztelkedtek mindnyájan ő általa a Jordán vizében, bűneikről vallást tevén. Egyszerűen ott volt János, egy végtelenül egyszerű ember. Végtelenül egyszerű ember, és Jézus Krisztust hirdette. És hirdette, hogy ő el fog jönni. És ment ki oda Júdea, meg Jeruzsálemből, rengeteg ember ment ki. És ezeknek az embereknek egyetlen egy vágy volt a szívükben az, hogy tisztának lenni Isten előtt. Nem azért mentek bemerítkezni, hogy lemossák az ő testükről a szennyet, mert a bemerítkezés az nem a te szennyének lemossása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért. Ők jó lelkiismeretet akartak, testvérek. Egyszerűen csak azt szerették volna, hogy tiszta legyen végre az ő szívük. Érezték, hogy belülről szúrja őket valami. Nem kívülről szúrja a bőrüket valami, hanem belülről szúr kifelé. És ez sokkal rosszabb, testvérek, mikor belül van tele a szíved, nem kívülről nyom valami. És meg akartak ettől szabadulni. És mentek oda, könyörögtek Istenhez jó lelkiismeretért, és megvallották az ő bűneiket. És úgy magamban ezen reggeli kis csendességen felsúhajtottam Istenhez. Uram, de jó dolog bemerítkezni. De jó dolog egyszer mindent elhagyni. De jó dolog egyszer mindent újra kezdeni. Ott hagyni a régit, egy teljesen tiszta lappal indulni te veled. Milyen jó újat kezdeni. Testvérek, ez a húsvét. Ez a húsvét. Mindent újra kezdeni. Mikor már semmi esély semmire, te akkor is belekapaszkodsz Istenbe, és mindent újra kezdesz, és elmondasz neki mindent, és könyörögsz Istenhez, Uram, adj jó lelkiismeretet, mert már elvesztettem. Még akkor is a hívő vagyok. Tudjátok, ez olyan, testvéred, mikor Jairust ment az Úr Jézushoz, és azt mondta, itt az én lányom, a halálán van. Az egyik Biblia fordít, az egyik evangélium szerint úgy van, akkor ment Jairus az Úr Jézushoz, mikor már a lánya meghalt. Mikor már meghalt. És akkor már ott voltak a sípolóasszonyok, meg a siratóasszonyok, ott jajgattak, ott kiabáltak, borzasztó nagy kavalkád lehetett. Egyedül egy ember volt józan. Az apja, Jairus. Amikor már minden elveszett, és mindenki csak a lemondásról szólt, mindenki csak legyintett, már mindenki a sziklabarlangot készített, ahova a lányt fogják temetni, és azt mondják, hogy ennek most már vége. Egyetlen egy ember volt, aki tudta a jó utat, Jairus az apja, és azt mondta, megyek az Úr Jézushoz mindezek ellenére. Senki nincs más, csak Jézus, akihez lehet menni. És ment hozzá, és reménykedett, és könyörgött. Azért, mert van feltámadás. Azért, mert van tovább. Azért, mert van újrakezdés lehetősége. Mi, akik már hívők vagyunk, nem kell újra és újra bemerítkeznünk, de újra és újra, újra kell kezdenünk az életünket Jézus Krisztussal. Újra és újra át kell, hogy adjuk az életünket, a szívünket. Újra és újra be kell, hogy hívjuk a mi templomunkba Jézus Krisztus, mert különben kiürül. Tudjátok, testvérek, a mi szívünk temploma nem olyan, hogy egyszer bemegy az Úr Jézus, és ott is marad. Kiszorulhat ő onnan. A mi szívünk az olyan, hogy ott alapból nőnek az olyan dolgok, amik kiszorítják Istent. Olyan, mint a föld. A gyomot nem kell vetni, az állandóan csak nő.
És ha nem figyelsz oda az életedre, nem figyelsz oda a lelkületedre, a szívedre, mindaz, ami természetes módon nőtt ki a te szívedből, az mind ki fogja szorítani az Úr Jézust. Gyomlász-e rendesen, testvérem? Na hát, testvérem, egyedül Jézus, aki meg fog téged érteni. És egyedül Jézus, aki tud rajta segíteni. És egyedül Jézus az, aki értelmet tud adni a te életednek. Jézus életében, mikor ott volt valaki a jeruzsálemi templomban, az aranyházban, ami még akkor állt, az nem volt biztosíték arról, hogy jó helyen van. Egyáltalán. Ma is, hogyha valaki imaházba jár, vagy templomba jár, vagy rendes konszolidált életet él, és azt lehet mondani, hogy rendesen neveli a családját, gyermekei vannak, nem lop, nem hazudik, és befizeti az adót is, nem adócsaló, és mindent rendesen tesz az életébe. És azt lehet mondani, kívülállóként azt lehet látni róla, hogy ezen az emberen áldás van, mert minden olyan jó megy az életében, nem kínozzák betegségek, nem gyötrik különböző anyagi nehézségek, vagy egyéb bajok, nem biztos, hogy jó helyen van. Nem biztosíték ez arra, hogy jó helyen van az ő élete. Az egyedüli biztosíték, hogy jó helyen van az életed, ha Jézus Krisztus mellett vagy. Ha kell, akkor ki kell menjél hozzá az olajfák hegyére. Tudjátok, testvérek, a jeruzsálemi templom az nagyon díszes volt. Magára vonta az emberek figyelmét, oda néztek az emberek, és akit ott láttak ám a templomba, arról azt gondolták, hogy az bizonnyal egy kegyes ember, az bizonnyal egy istenfélő ember, akiben meg lehet bízni, akinek biztos, hogy majd örök élete lesz, és a mennyországban szép kis helye. Annak lesz örök élete, aki ott van kinn az olajfák hegyén, valamikor az Úr Jézussal. Az olajfák hegye az nem egy pompás hely. Az nem egy olyan hely az olajfák hegye, hogy úgy oda vonzza az emberek tekintetét. Ott azok az olajfák lehet, hogy nagyon régiek voltak, nagyon öregek, több száz évesek. Zeg zugos volt, talán ott gazok is nőttek, poros volt, és a mester oda leült, és jó volt ott vele lenni. És tudod, hogyha keresed a mesterrel az ilyenfajta közösséget, az ilyenfajta együttlétet, akkor vagy biztonságban. A tanítványok vajon mit láttak ebből a pusztulásból? Amikor az Úr Jézus azt mondta, hogy bizony itt kőkövön nem marad. Vajon mit értettek meg ebből a tanítványok? Hát testvérek, nem sokat talán semmit, de ezt azért nem merem kijelenteni, de egyelőre nem sokat láttak belőle. Őket sokkal jobban lenyűgözte a külsőség. Sokkal jobban lebilincselt az, ami a szemnek szép volt. Az óriási méretek, a hatalmas kövek, mind az elmúlhatatlanságot sugározták. Mind az örökké valóságot, az emberi nagyságot, a dicsőséget, minden ezt sugározta. És sokkal jobban lebilincselt őket, és ezt nézték. És egészen addig tartott ez az állapot, testvérek, amíg meg nem próbálták az Úr Jézus tekintetét is ugyanarra irányítani, amire ők néztek. Mert az Úr Jézus nem ezt nézte. Ha visszafelé olvastok egy kicsit az igéből, akkor meg lehet nézni, hogy az Úr Jézus mit figyelt. Az Úr Jézus ott ült a persely mellett, és azt figyelte, hogy hogyan dobogatják be az emberek a pénzeket, az adományokat a templomba. És látta, hogy jött egy özvegyasszony, aki 2 fillér dobott be, és azt mondta a tanítványoknak, látjátok? Ez sokkal többet dobott be. Az Úr Jézus mindig nagyon jól tudja, hogy mire kell nézni. Mi az, ami pontos diagnózist ad a helyzetről? Az Úr Jézus nagyon jól tudja a te életedet, hogy melyik az a pont, amit meg kell, hogy érintsen. Melyik az az élethelyzet, mely az a perc, amikor egy kicsikét oda pillanthat, és azonnal lelepleződik előtte, hogy milyen a te szíved állapota. Nagyon jól tudja. Nekünk volt ilyen perc, amikor elromlott a kenyérsütőnk, amikor kivert az egész lakásba a biztosítékot, nem voltunk otthon, nem bírtuk bekapcsolni az áramot, kezdett leolvadni a hűtő. Én próbáltam telefonos segítséget nyújtani a feleségemnek, kevesebb sikerrel inkább, mint több, és ilyenkor az ember megy fel a pumpa, és jönnek elő az indulatok. Egy szót nem kell szólni, elég a gondolatba, ha megindulnak dolgok. Az Úr Jézus tudta, ezen a helyzetben le lehet lepleződni. És a te életedben is vannak ilyen helyzetek, amikor le kell lepleződni. Az Úr Jézus mindig tudja, hogy hova kell nézni.
És tudjátok, testvérek, mikor az Úr Jézusnak a figyelmét megpróbálták a tanítványok arra irányítani, amit ők néztek a nagykövekre, az áhítatból egy pillanat alatt, mintha az Úr Jézus agyoncsapta volna őket. Bizony itt kőkövön nem marad. Milyen jó hangulatban voltak addig. Mennyire magával ragadta őket a jeruzsálemi templom szépsége, meg aznak az egésznek a hatása. Ugye? És az Úr Jézus, mintha egy pillanat alatt agyoncsapta volna őket. Én el tudom képzelni, mert ezután az olajfák hegyére mentek, én el tudom képzelni, hogy innentől kezdve nem nagyon beszélgettek a tanítványok. Csendben elmentek a mesterrel az olajfák hegyére. És ott az Úr Jézustól megkérdezték, Mester, mikor fog ez megtörténni? Ez a kérdés nem olyan könnyelmű kis kérdezősködés volt, nem olyan kis súlytalan kérdés volt, hogy kíváncsiskodok egy kicsikét, mikor fog megtörténni mindez. Ez a kérdés, ez olyan volt, testvérek, mikor egy beteg megtudja a halálos diagnózist. Beteg vagy. És megkérdezi az orvosától, és mennyi időn van hátra. Ez valami ilyesmi kérdés lehetett, testvérek. Mert addig a tanítványok, amíg az Úr Jézus fel nem rázta őket, nem voltak semminek a tudatába. Én úgy fogalmaztam ezt meg magamnak, testvérek, ez az ébredés. Ez az ébredés. És nagyon jól ez a kis néhány igevers, nagyon jól bemutatja, hogy milyen az az állapot, mikor az ember nincsen Krisztussal, milyen az, amikor a Mester felébreszti, és milyen az utána levő élet. Nézzétek csak meg, testvérek! Amíg az Úr Jézus nem szólította meg őt, addig a tanítványokat csak a külsőség foglalta el. Milyen szép körülöttem! Mi mondhatjuk azt, mit szólnak hozzám az emberek? Mi az, amit mutatok? Fogalmuk sincs, hogy mi a jelen. Nem értik a tanítványok a jelent. Hogy azok a templomkövek, azok nem sokára nem fognak így állni. Óriási veszélybe vannak, akik ott vannak. És akik Jézus nélkül vannak ott, nem értenek belőle semmit. Aztán nem gondolnak az írásokra. Mert az írások előre megmondták, hogy mi fog történni a templommal, hogyha Isten eltávozik onnan. És nem figyeltek arra se, amire az Úr Jézus figyel. Ilyen ez az állapot, mikor valaki nem jár Jézus Krisztussal. Igazából a saját maga helyzetét nem tudja jól felmérni. Nem tud reálisan gondolkozni, nem látja jól saját magát. Önmagával szemben meg van tévesztve. Azt gondolja, hogy én nagyon jól vagyok, minden rendben velem, és közben nem. És közben nem. Azonban, mikor az Úr Jézus szava megszólal az ő szívében, az ő életében, és ezt komolyan veszi, a lelkében megszólaló isteni szót komolyan veszi, onnantól kezdve minden megváltozik. Onnantól kezdve következik az, hogy az Úr Jézustól elkezd kérdezni. És az Úr Jézus nem csupán a kérdéseire fog válaszolni, hanem az Úr Jézus onnantól kezdve elkezdi figyelmeztetni. Elkezdi az Úr Jézus mondani a tanácsait neki. Hogyan élj? Mit csinálj ezek után? A kérdés, testvérem, hogy eljutottál-e már ezen a ponton túl? Eljutottál-e már azon a ponton túl, hogy az Úr Jézus megszólítson téged, és elkezdjen felkészíteni téged arra az életre, amelyet élned kell vele? Nézzétek meg, itt az utolsó időkről van szó, és nagyon szépen leírja az Úr Jézus, lerajzolja a szemünk előtt azt, hogy milyen lesz az utolsó időben élő hívők élete. Ezek mi vagyunk. Lesznek olyan bajok, háborúk, nemzetek, országok egymás ellen, földindulások, éhségek. Ezek mindenféle nyomorúságok, amelyek nem csak a hívőket érik. Ezek minden embert érnek, ezek a nyomorúságok. És az utolsó időben a hívők sem lesznek ez alól mentek. De erre kapnak a hívők még pluszt is. Olyan nyomorúságokat, olyan nehézségeket, amelyek az ő hitük miatt vannak rajtuk. Az ő hitük miatt vannak rajtuk. És testvérek, mikor olvassuk ezeket az igéket, nagyon sokan azokkal vannak elfoglalva, hogy na hogy lesz ez? Mint lesznek ezek az események? Hogyan lesznek az utolsó idők eseményei? De igazából nem erre akarta az Úr Jézus kihegyezni a figyelmet, hanem azt arra akarta kihegyezni a figyelmet, hogy mikor ezek az események megtörténnek, és jelen lesznek a te személyes életedben, és tapasztalni fogod a saját húsodon, hogy nehéz az élet, akkor mit kell csináljál? Reménykedjél, vigyázzál, óvakodjál, őrizkedjél, meg ne tévesszen. Ezeket mind számba kell vegyed, ezek a figyelmeztetések, amelyeket mindig ott kell hordjál a szívedben.
hogy el ne sodródj valamiképpen Krisztustól. És hogy mi fogja jellemezni az utolsó idők híveit? Minden népnek hirdetni fog majd az evangélium, akkor jön el a vég. Mit fognak csinálni az utolsó időben a hívők? Mit tesznek ma az utolsó időben a hívők? Hirdetik az evangéliumot. Hirdetik az evangéliumot. A második dolog. Mit jellemzi még az utolsó időben levő hívőket? Ne aggódjatok, hogy abban az órában mit kell mondjatok, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek fog majd szólni általatok. Szentlélekkel teljes életet kell élniük azoknak a hívőknek. Kikapják a Szentlélelket? Akik kérik, és akik engedelmeskednek Istennek. Szentlélekkel teljes élet. A következő. Majd a gyermek a szülőt adja halálra. A szülő a gyermekét. A saját család lesz az embernek az ellensége az utolsó időben. Sokkal jobban fel fog értékelődni a testvéri közösség, Isten családja, mint a vérszerinti családi kötelékek. Sokkal jobban fel kell, hogy értékelődjön előttünk testvérek az utolsó időben. Sokkal szorosabb kell legyen az a közösség, amit úgy köt bennünket összve testvérekké Jézus Krisztus vére által. Meg kell ezt becsülnünk, és nagyon vigyázni kell rá. A következő szenvedni fogtok Krisztusért. Ez a ti keresztetek. Nem azért, mert van rossz szomszédotok van, vagy mert fáj a lábatok, ez nem kereszt. Az a kereszt, amikor Jézus Krisztus miatt ért titeket hátratétel. Amikor a társadalmi ranglétrán azért nem tudsz felmenni, mert te Krisztusé vagy. Azért nem tudsz többet keresni, azért, mert te nem vagy hajlandó más tenni, csak amit a mestered megenged, mert te vigyázol a te lelkiismeretedre. Ez a te kereszted, amit hordanod kell Jézus Krisztusért. És a következő, ki kell, hogy tartsál? Úgy írja itt a 13. versben, aki mindvégig megmarad, megtartatik. Nem azért fogtok üdvözülni, testvérek, mert annyira hűségesek vagytok. Ez egyszerűen csak a bizonyítéka lesz annak, hogy ti Krisztuséi vagytok, ha hűségesek vagytok. Testvérem, hogy áll a te templomod? Benne lakik még Krisztus? Hallod még az ő szavát? Megérint téged még az ő igéje? Egy virágvasárnapi üzenettel szeretném, testvérek, befejezni, és szeretném, hogyha ezt úgy magatokkal vigyétek. És az egész igéhirdetésemet igazából annak szántam egy felkészítésnek a húsvétra. Nekem volt egy zeneszőtörténet tanárom, aki a lelkünkre kötötte azt, hogy soha nem menjetek úgy koncertre, ha legalább kétszer-háromszor meg nem hallgattátok előtte a darabot. Soha nem menjetek, nem fogjátok belőle érteni semmit. És valahogy ez így van, testvérek, nem szabad úgy neki menni a húsvétnak. Nem szabad úgy neki menni a húsvétnak, hogy nem készültetek fel rá a szívetekbe, nem vizsgáltatok meg az életeteket. Ott lakik Krisztus. Minden rendben van Krisztussal. Na hát, testvérek, virágvasárnap tudjátok, hogy mit csinált az Úr Jézus? Lehet, hogy tudjátok, de nekem ez egy felfedezés volt. Mert azt szoktuk kiemelni virágvasárnap, hogy bevonult Jeruzsálembe, szamárcsikó hátán. És mindenki ledobta elé a felső ruháját, és pálmaágakat, meg mindenféle gajakat vagdaltak oda neki, és ünnepeltek, hozsannáztak. És a virágvasárnap az egy vidám ünnep a keresztényeknek. Az egy alapvetően vidám ünnep. Mindig örvendeznek virágvasárnap a keresztények, és nagyon arra is, mikor bevonulnak a kisgyerek, akik kis pálmaágakkal. Van egy részlet, amit elfelejtenek a testvérek, vagy elfelejtenek, nem is tudom. Az Úr Jézus miközben ott ült a szamárnak, csikónak a hátán, akkor sírt. Sírt. Jeruzsálem, Jeruzsálem, vaj, ha felismerted volna a te meglátogatásod napját. Mindenki örült, mindenki hozsannázott, és Jézus Krisztus pedig sírt. És testvérem, én annyira szeretném, hogyha az Úr Jézusnak nem kellene sírni. Nem kellene sírni. Sokkal jobban kell, hogy akarjad felszárítani Jézusnak a könnyeit, mint a saját könnyeidet. Sokkal jobban kell törekedjél arra, hogy Jézus Krisztus irántad hulló könnyeit felszárítsad. Megvigasztalódjon a te életedben a megváltó. Hogy lássasz, hogy nem hiába függött ott a kereszten. Nem hiába gyötrődött a Gecsemáné kertbe. Nem hiába verték a kezébe a szegeket.
Nem hiába rakták a fejére a tövis koszorút. Nem hiába ment be Jeruzsálembe, hanem te érted, megvan a gyümölcse. És tudjátok, testvérek, amíg hirdetetik Isten igéje, nekem az a reménységem, hogy nem hiába. Mert Ézsaiás könyvében az lesz, hogy és lelkében megelégedett lesz az Úr Jézus. Mert akik hallják Isten igéjét, azokba az a magaszt ki fog kelni. Tudjátok, testvérek, az Isten igéje az olyan, hogy attól nem lehet menekülni. Attól nem lehet menekülni. Az egyszer hallja az ember, az bekerül a lelki ismeretébe, bekerül a szívébe, és ott fog dolgozni. És mikor valami bűnt akar elkövetni, eszébe fog jutni. És ott fog szenvedni maga miatt, mert tudja, hogy ez nem helyes. Mármint egy meg lesz bélyegezve, egy megbélyegzett lesz. És Krisztusnak nem az a célja, hogy megbélyegzett legyél, hanem hogy teljesen legyél az övé. Ezt kívánom, kedves testvérek, nektek. Ámen. Amen. Biztos mindenki, testvérek, azért Krisztus munkájában, meg Krisztus szőlőjében igyekszik jól munkálkodni. Nem szégyelni az igét. Hát én is így vagyok vele, testvérek, és próbálom azért vetni az ige magvakat. Hát nem mondom, hogy mindig buzgón vetem, de azért vetegetem. És az elmúlt másfél év alatt olyan öröm sorozat ért engem, amit azért elmondok sokfelé, mert ez bátorítás lehet minden testvéremnek, hogy munkátok nem hiába való az Úrban. Én tanítok középiskolás fiúkat, akikkel már azért komolyabban el lehet beszélgetni néha egy-egy trombitórán az élet dolgairól, és kivel több, kivel kevesebb alkalom adódik azért arról, hogy Jézus Krisztusról beszéljek, vagy megvalljam az én hitemet, hogy én miben hiszek, miben reménykedek, mi az én életem alapja és kősziklája. És nem szoktak erre olyan nagy reakciók lenni, egyszerűen csak úgy abban maradnak ezek a beszélgetések, mint az ige hirdetésemben is például elmondtam egyet. Azért néha mégis jönnek visszajelzések. Másfél évvel ezelőtt egy e-mailt kaptam az egyik tanítványomtól, aki akkor ment ki Birminghamba, Angliába, és azt írta, hogy Laci, megkerestem egy baptista gyülekezetet. Hát nekem ez nagyon nagy örömöt okozott, mert magától soha nem kereste volna meg szerintem, meg lehet, hogy nem is baptistát keresett volna meg, és valahogy szerintem eszébe jutott, hogy az ő tanára miket beszélgethet neki. És elment oda, ott volt egymaga a nagy világban, ugye, mint Ábel a városban. Vagy. És muszáj volt, kellett neki egy kőszikla, kellett volna neki valami a lelkének. És ilyenkor odafordult, amit hallott. Aztán nyár végén felhívott egy olyan tanítványom, akit mindössze egy évig tanítottam, és el akartam tanácsolni, mert egyszerűen nem értettem vele szót, és velem szemben is sok gonoszságot és rosszaságot elkövetett, de az Úr nem engedte, hogy eltanácsoljam, és elment saját magától. És ez a tanítványom ez felhívott engem, és azt mondta, hogy tanár úr, én megváltoztam. És annak mondom, hogy Szabolcskám, hát megtértem. Hát nem én voltam az, aki megtérítette, egyszerűen kikelt a mag. Voltak emberek, akik még öntözték, voltak, akik még munkálkodtak rajta, és voltak, akik learadták. És szépen mindenért bocsánatot kért. Mindenért az ő tanárúrral én nagyon csúnyán viselkedtem, bocsánatot kérek. Hát testvérek, ezt soha nem gondoltam volna. És egy héttel ezelőtt szombaton megint kaptam egy telefonhívást egy olyan fiútól, akinek ugyan baptisták a szülei, de kivették abból az iskolából, ahol tanítok, mert annyira elkanászosodott. És két évig nem hallottam róla. Kiment Romániába tanulni Nagyváradra zenét. És felhívott ez a fiú, azt mondja, mindenfélről beszélgettünk, és aztán egy 10 perc után nagy nehezen kimondta, tanár, megtértem. Csak így gyorsan, röviden. Aztán rájöttem, hogy miért volt a nagy kerítés, miért volt a körítés. Hát nehéz volt ezt elmondani. Hát olyan öröm volt a szívemben. Nem, azért is, mert megtért. Meg azért is ilyenkor öröm van, testvérek, a szívemben, hogy valamiért fontosnak látják, hogy nekem is elmondják. És ezek olyan örömök, meg olyan bizonságok, hogy Isten igéje az nem tér visszanyomtalan. Amelyik szívben el van vetve, arra lehet, hogy mi már nem tudunk oda nyúlni, nekünk már nem lesz gondunk, de Istennek gondja van rá, és tovább ápolgatja, tovább öntözgeti, és kitél.
És amikor ki kell az a növény, akkor mi is ehetünk a gyümölcséből. Hát testvéreknek is legyen sok ilyen verésze.